Sziasztok! Ma megint egy oktató videót fogunk készíteni számotokra. Ma Kinga lesz a segítségünkre, és épített zseléskörön fog készülni. Kinga is OK-s tanulónk, és hamarosan már végez, és gyönyörű szép körmöket készít. Majd a végeredményt meglátjátok. Elkészült már 8 darab köröm, és most ezen a teljesen üres körmön előről lépésenként be fogjuk mutatni nektek ennek a technikáját. Úgyhogy szerintem kezdjük is akkor el. Ugye sablonos építés lesz, úgyhogy kezdheted is, ahogy szoktuk. Ugye bőrfeltolás kaparással kezdünk. A köröm rövidítését meg csináltad előre, vagy fogod még igazítani? Még fogom igazítani. Ez megint érdekes téma, hogy mivel kezdjük a munkafolyamatot. Én úgy gondolom, hogy a hivatalos menete az előkészítésnek az, hogy a köröm rövidítésével mindig. Ugye, ha vágni kell, akkor ollóval vágunk, gyémántporos reszelővel formázunk, és utána jön a bőrfeltolás kaparás. Viszont aki már sokat dolgozott, tehát nem teljesen kezdő, hanem dolgozott is már a szakmában, az egyre többet tölt. És töltésnél viszont nagyon gyakran megfordítjuk a sorrendet, és nem a hosszrövidítéssel indítunk, hanem a bőrfeltolás kaparással. Elég sok praktikus oka van ennek. És ilyenkor benne marad az emberben, nagyon sokszor én is így kezdem el sajnos, holott tudom, hogy a hivatalos menete nem ez lenne a dolognak. De én azt hiszem, hogy ez is, mint annyi más a mi szakmánkban, nem kőbevésett dolgok, tehát ha amelyik körmösnek és amelyik szakembernek ez a kézenfekvőbb és így szereti, semmi baj nem fog azzal történni, hogyha a bőrfeltolás kaparással kezd. Nyilván, ha most 10 körmöt csinálna, akkor végig menne a mind a 10 körömnél a bőrfeltolással, és utána mind a 10 körmön a kaparással. Most megvolt ez a két dolog, le is ellenőrzi, mindenhol rendesen megtörtént. Egy gyémántporos reszelővel rövidítjük a köröm hosszát, nem a papír reszelőnkkel, hiszen a gyémántporos reszelő az, amit tudunk fertőtleníteni. Sablonhoz levesszük a szabad széli hossz nagyon-nagyon rövidre. Egészen minimális, a tipikus tanulóhiba, hogy hosszan hagyják a köröm szabad szélét, attól a gondolatmenetből kiindulva, hogy ugye a szabad szél alá rakjuk a sablont, tehát lenni kell egy hossznak, ami alá tesszük. Hogyha egy gondolatnyi kis pici szabad szél van, az bőven elegendő, akkor is alá tudjuk rakni résmentesen, sőt, akkor tudjuk igazán alátenni résmentesen, hiszen a körömnek az alaki változásai, senkinek nem tökéletes ívű és formájú a körme, és minél rövidebbre vesszük le a körmöt, annál inkább nem kell foglalkozni, és nem kell követni a körömnek az esetleges deformáltságát, hogyha van egy kis hullám benne, nem teljesen szabályos. Tehát emiatt szinte teljesen le kell venni a szabad széli részt. Sarokpontokat is eléggé ki kell reszelnünk, hiszen föláll és gyűrődik alatta a sablon, és rés keletkezhet, hogyha nem megfelelően vettük le a sarkoknál, a sarokpontoknál a köröm hosszát. Nem kell attól félni, hogy majd azért lesz ott luk, mert nincsen köröm. Nagyon szépen be lehet oda igazítani, és hát erre való a sablonvágás. Nyugodtan te közben dolgozz, ne várj rám. Haladj tovább, ugye mattítja a felületet, finom reszelővel, 180-as vagy attól finomabb reszelővel, óvatosan, nem cél az elreszelés, csak egyszerűen az, hogy mindenhol matt legyen a köröm felülete. Mi következik utána, hogyha megmattítottad a felületet? Ezután felviszem a nyelvreppet. Előkészítő folyadékok közül a nyelvreppet. Így van. Na, felhelyezzük a sablont. Sablonról annyit, hogy eléggé
egyedi dolog az, hogy ki milyen sablont szeret használni. Nem nagyon lehet, ez megint egy olyan téma, hogy nem nagyon lehet általánosan azt mondani egy sablonra, hogy ez a tökéletes sablon, és ezt használd. Kicsit olyan dolog ez is, hogy sűrű zselé, vagy kevésbé sűrű zselé, kinek mi esik kézre, de azért vannak olyan sablonok, amire rá lehet mondani, hogy azért ez egy jó sablon, meg olyan is van, amire azt lehet mondani, hogy hát ez nem annyira jó sablon, és ebben mondjuk 10-ből 9 körmös egyet is értene. Melyik a jó sablon? Az a jó sablon, amelyik nagyon-nagyon jól tapad, mert menet közben azzal kelljen nekünk foglalkozni, hogy lepotyog, amit gondosan felraktunk. Illetve azért lényeges az is, hogy legyen valamennyire tartása annak a sablonnak. Ez is kényes dolog, mert nem mindegy, hogy milyen körmöt készítesz. Mert egy rövid szalonkörömnél nem kell nagyon-nagyon merevnek lenni a sablonnak, viszont egy extrém körömformánál ott meg azt szeretjük, hogyha tényleg szinte mint egy lemez hajlítható, és úgy is marad. Tehát megoszlanak a vélemények azon, abban is, hogy a sablonnak ezt a kis pöttyét fölragasztjuk, vagy ne ragasztjuk föl. Általában fölragasztjuk egyébként, tartást adunk vele. Láthattátok, miközben a Kinga föltette, hogy ő is szépen leválasztotta innen ezt a kis pöttyit, és ide hátra betette. Egyébként a szalonkörmöknél nem lenne ez feltétlenül fontos, de nincs azzal baj, hogyha ezt megszokjátok, mert annyi történt, hogy merevítettünk akkor a sablonon, nem nyeklik-nyaklik, hanem amikor összehengergettük, akkor az úgy is fog maradni nagyjából, és fel tudja venni a körömnek a keresztirányú C-ívét. Felhelyezte Kinga a sablont, a sablon felhelyezésnek ugyanúgy szabályai vannak, mint ahogy a tipp felhelyezésnek volt. Ugye ezt megbeszéltük az előző videóinkban, a tippes körömnél. Ugye a sablonnak résmentesen kell illeszkednie mindenütt a szabad széli részhez, illetve folytatásának kell lennie a természetes körömnek. Tehát mindenféle ugrás és elhajlás nélkül folytatódik, mintha a körömlemez folytatódna, vízszint vonalában is, és hát egyik irányba sem görbülhet, sem föl, sem le, sem oldalra, tehát teljesen egyenesen folytatnia kell a körmöt. Csináld közben nyugodtan. Fölraktuk a, mielőtt a sablont föltette, fölrakta a nélprepet, és hogyha teljesen biztos, hogy menet közben nem fogdostuk össze a körömlemezt, akkor nem kell újra alkalmazni. Melyik előkészítő folyadékunk lesz a következő, amit felrakunk? Savmentes primer. Savmentes primer. Ugye a savmentes primernél nem várunk száradási időt, ott ragacsos réteg képződik, és utána rögtön készíthetjük a körmöt. El is mondod, hogy mit csinálsz közben nekünk? Egy alaprétöget készítek körömnek. Vagyis? Ennél megcsinálom a szabad szélt, a körömnek a meghosszabbítását. De azt, hogyha olyan tanuló nézi, aki még soha nem csinált ilyet, akkor azt elmondjuk, hogy az alapréteg az azt jelenti első körben, hogy a természetes körömre húz egy vékony réteget, és most vesz fel még egy adagot a zseléből, és abból fogja az új szabad szélt, a köröm meghosszabbítását kiépíteni. Na, az alapréteget megkötetjük, ugye most 10 köröm lenne, akkor haladna a másik kezével tovább, most megvárjuk ezt a kötési időt. Jó, ha megkötött a alaprétegünk, akkor először kivesszük alóla a sablon. Ugye a sablon levétele is elég problémás ügy, mert ilyenkor szokták letörni a köröm meghosszabbítást. Egyszerűen annyi a titok, hogy mind a két oldalon benyomjuk egy picit a sablont, hogy elengedje
a zselét, és láthattátok az előbb, hogy úgy vette ki a Kinga, hogy billentette. Tehát nem kihúzzuk alóla, mert akkor lehúzzuk azt a vékony kis anyagot, hanem kibillentjük a köröm alól a sablont. Jó, ez egy körömágy hosszabbító nélküli zselés francia köröm, tehát most rögtön a fehér szabad cél kialakítása fog történni. Itt is a mosolyvonalra is igaz az, amiről az előbb beszéltem, hogy igyekeznünk kell úgy föltenni az anyagot, hogy már a mosolyvonalnak az íve valamennyire, vagy illetve minél inkább ki legyen alakítva. Ezt is újra köthetjük, megint ujjanként dolgozunk, ha 10 körmöt csinálnánk, akkor váltott ujjanként haladnánk a többi körömmel. Jó, ha megkötött a fehér vég, és akkor folytathatjuk, mi következik? A célet fogom kialakítani, először egy csúszó réteget húzok a körömre. Majd felveszik egy nagyobb gombócot. Amivel kialakítom körömnek a céljét. Ugye a zselének az a titka, hogy az ecset hegyével vagy az élével a zselé kupacnak a tetejét mozgatjuk igazából, nem nyomjuk bele az ecsetünket, és akkor nem húzzuk el onnan, ahonnan nem kellene, nem fogunk levegőbuborékot belekevergetni, nem csak a tömegét mozgatjuk a megfelelő helyre. Látjátok, hogy a Kinga is belenézem oldalról. Fölülnézetből nem látod, hogy mekkora cévet készítettél és hol van pontosan. Mindenképpen mielőtt lámpába kerül, le kell ellenőrizni, hogy megfelelő helyen, megfelelő méretű, magasságú cévünk van. Mehet a lámpába, és akkor megint megvárjuk a kötésidőt, ugye nyilván haladunk tovább a többi kéz, vagy többi körömmel. Jó, ha letelt a kötési idő, akkor először is le kell törölnünk a diffúziós réteget róla. Mi ez a diffúziós réteg? Ez a kicsapódó konyhanyelven ragacsos réteg, hiszen a zselé azt tudják a tanulók, hogy nem köt meg 100%-osan, hanem lentről felfelé köt, és a meg nem kötött részek kicsapódnak, és ezt le kell nekünk fixálni. Azt szoktuk mondani, hogy igazából le kell törölnünk róla, és utána kezdhetjük formázni. Formareszelésnek is lépései vannak. Egyébként ezt is elmondtuk a tippes körömnél teljesen megegyezik a reszelés technikája, bármilyen körömről is van szó, akár formailag más, akár technikailag, vagy anyagában, teljesen mindegy, minden körömnek ugyanaz a reszelés technikája. Hogy kezdted, mivel kezdted a reszelésedet? Először szabad szélvel kezdtem. Megreszeltem a párhuzamokat. Igen. A szabályos kockaformának megfelelő tűhegyes sarkokat. Bizonyám. És utána megreszelem azokat a bizonyos 45 fokos szögeket, amiket kialakítom a körömnek az ívét. Az oldalfal ívét, így van.
Most azért nézi annyira oldalról, mert megint csak akkor látjuk a cívet, hogyha oldalról belenézünk. Itt is nagyon gyakori hiba, hogy sokan reszelgetik sokáig a köröm tetejét, és az a gondosan megépített cívet, az gyönyörűen le is reszelik róla. De oldalról belenéztek, akkor mindig látjátok, mit csináltok, és mennyit kell reszelni, és honnan. Na ez az, amit nem csinálunk, erről beszélek. Igen. Mert így fogod a reszelőt. Amikor a jobb oldali párhuzamot veszed, akkor így fogod a reszelőt. Nincs ilyen hátsó tartás. Elkészült a forma, akkor bufival finomítunk. Ugye akkor lesz igazán szép és fényes a felület, bármilyen jó a fényzselénk, hogyha előtte az tényleg le van finomítva, és ezt a bufival tudjuk megtenni. Nagyon alaposan, nagyon szépre, és akkor lesz igazán üvegbe vonata. És amikor ez is megvan, leellenőrzött mindent, mindenhol jó a forma, tökéletes, akkor jöhet a fényzselé. Még utoljára nagyon odafigyelünk az anyagfelhordásnál, hiszen ha a fényzselét belefolyatjuk a körömsáncba, vagy hozzáér a kutikulához, ugyanannyira felvállást okozhat, mint hogyha az építőzselénkért volna hozzá. Tehát itt is nagyon lényeges, hogy nem folyhat bele és nem érhet hozzá a kutikulához. Mehet be a lámpába, amikor a fényzselés megkötött, akkor készen van a köröm, az utolsó lépés maradt, a bőrolajozás. Visszazsírozunk, semlegesítünk, megkényeztetünk bőrolajjal. Bizony bele is dörzsöljük. És elkészül. Gyönyörű lett. Köszönjük szépen! Folytatjuk még, hiszen fogunk nektek mutatni egy köröm, egy hosszabbítós körmöt is a következő videóba. Ha ez a mostani videónk tetszett, akkor kérjük, hogy lájkoljátok. Aki még nem tette meg, az nagyon gyorsan iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, és mindenféle fórumon kövessetek minket. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!